Stepán Bakić, Szabadka polgármestere a megbeszélésen ismertette a régió kulturális sokszínűségét és előnyeit, amelyek Szabadkát a befektetések és az új munkahelyek megteremtése terén vonzóvá teszik. A našim dragim gostima izrazio zahvalnost i za one projekte gde su nam, da nam je pomogla Evropska unija, a to je izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom na Bikovu, kao i izgradnja stanova za izbjeglice. Izrazio sam i zahvalnost našim gostima na podršci na putu ka evropskim integrációma. Tomáš Kuchta, Csehország belgrádi nagykövete rámutatott arra, hogy Prága az uniós elnöklése alatt azon dolgozik, hogy támogassa Szerbiát az európai integráció útján. Emmanuel Joffre pedig arról biztosította Szabadka képviselőit, hogy az Európai Unió 10 millió eurót különített el a határvédelemre. Az EU szerbiai küldöttségének vezetője a szerbiai és szabadkai beruházásokról, valamint az illegális migráció problémájáról is beszélt. Illegal migration is a phenomenon that we have to manage collectively in Europe, and as European Union we've been working in partnership with Serbia for that purpose, and we have to recognize that Serbia has always adopted a very humane approach to migration. Nelegalna migracija je pitanje kojim treba zajedno da se bavimo, dakle Evropska unija u partnerstvu sa Srbijom, i treba da naglasim da je Srbija u ovom pitanju oduvek zauzimala vrlo human pristup prema migrantima. And we want to do more with Serbia, including by strengthening the cooperation between Serbia and our Frontex agency to protect borders. We want also to provide support to fight against the networks that are trafficking human beings. Mi želimo naravno da uradimo i više od onoga što smo do sada radili. Želimo da pojačamo saradnju koja već postoji između Srbije i Frontexa radi bolje zaštite granica, a takođe želimo i da pomognemo u razbijanju mreža krijumčara migrantima. Az Európai Unió delegációja kétnapos látogatáson vesz részt Északbácskában. Pénteken Szabadka mellett Zentán is egyeztetnek majd.